Dennis Russo-szal is összehoztak téged, ugye? Hát persze. Ugye, hogy engedte Dennis Russo-szal, hogy a fölvételeit énekel, vagy hogy volt ez a, nem, ez a történet? Nem, hát volt egy ilyen. Nem, arról volt szó, hogy 5 évvel ezelőtt ő volt a sztárvendég. És a, mint sztárvendég próbáltuk meggyőzni, hogy énekeljünk közösen egy duettet, mert hogy én énekeltem azelőtt az összes nótáját. És mondta, hogy ő benne van ebben a történetben, de a menedzsereknek kell megegyezni. És hát ez nem jött össze, mert akkor váltott közben ő kiadót, és a kiadó meg, hát Magyarország, hát ki az, azt se tudták, hol van, hát nem fog a, mit tudom én, milyen német kiadó, most ott a, szóval nem, reménytelen volt, teljesen reménytelen volt az egész történet, de megpróbáltam, pedig szép lett volna, a nóta is meg volt, tetszett is neki, érdekes lett volna, és biztos, hogy segített volna őnek is, meg nekem is, szóval ez ilyen kettős dolog volt. De hát aztán nem lett belőle semmi. Anyagi problémák voltak. Értem, mindent értek. Visszatér az Apostol együtteshez. Én úgy emlékszem, hogy 79-80-ban történt, inkább 79-ben talán az a stílus vagy irányváltás, amikor a jazz is játszó Apostol végképp áttért a dallamosabb muzsikák játszására ebbe a világban kezdett. Igen, 80, igen, 79-80-ban csináltuk a második lemezünket, és akkor volt egy váltás, akkor a jazz, a zenekarban lévő jazzes irányvonal megsértődve elvonult, pedig teljesen felesleges volt, mert azelőtt is játszottuk ugyanezt a zenét, és az első lemezen már ezt, ugye szinte ezt a zenét játszottuk, és ők, és ugyanakkor mentünk jazzfesztiválokra is, úgyhogy például abban az időben nyertük meg az Európa Extra Klasszis jazzfesztiválon a díjat, ez az egyik legmagasabb ilyen díj, és tehát mindent, mi játszottuk ezt is, azt is, amazt is, akkor a Kis Imre volt a jazz vezető, Korfeusa, ő volt a fontos ember, és akkor ő intézte azokat, hogy el tudtunk menni minden ilyen jazzfesztivál, több ilyen jazzfesztiválra, de ugyanúgy jártunk country fesztiválra, ugyanúgy mentünk Dixieland fesztiválra is, németül meg kell tanulnom énekelni, meg szóval sok mindent meg kell csinálni, és ott is mindig nagy sikereket, az első háromban állandóan benne voltunk, de mellette csináltuk a saját stílusunkat, és érdekes volt, hogy külföldön is ugyan nem értették a magyar szöveget, de a dallamvilágát igen, tehát ott is volt nagy sikere ennek a történetnek. És a sértődésnek az volt az oka, hogy mást is igen, látszottak? Hogy, igen, hogy ez a populáris zenét játszunk, és akkor hát ez a... persze erre voltak újságírók is, akik vevők voltak, rögtön rá is csaptak, és akkor elkezdték mondani, hogy a szirupos apostol zene, meg mint tudom én, micsoda, ennek a levét még most is ízzuk, mert ezt úgy ránk ragasztották, hogy ez nem igaz, pedig őnekik is el kéne gondolkodni, mert szerintem titokban hallgatják az apostol nótákat, és akkor pedig olyan csúnyákat írtak róluk, hogy jaj. Jól esik neked ezeket a dalokat énekelni? 28-szor is, 55-szer is, sokatszor is. Mert végülis a közönség követelése vagy kívánsága az egy dolog. Na de az énekes és a zenész felfogása vagy szándéka az lehet, hogy egy picit más. Tudod, ez úgy van, hogy nem lehet megúszni, vagy megunni. Én nem megúszni se lehet, de megúszni se. Szóval fölmegyek a színpadra, az első nótát teljenek, amíg nem is tudják, hogy melyik az, hogy mi történt, aztán amikor a másodikat, meg a harmadikat, akkor látom, hogy tetszik neki, tetszik a közönségnek, és akkor utána már nincs mit tenni, akkor nem lehet nem unni. Tehát én nagyon szeretem a nótákat, amiket énekeltem, mindig egy picikét próbálok máshogy énekelni, meg egy kicsikét már természetesen, hogyha már 1 milliószor elénekeltem valamit, akkor már nem egészen úgy éneklem. Közönségnek tetszik, a közönség hallja, a közönség élvezi, akkor én nekem nem szabad más csinálni, csak hogy nekem is szabad, ha esetleg nem élvezni, akkor is, de hát a végére aztán teljes közös egymásba borulás van, mert akkor már énekelik a nótákat, meg minden föloldódnak. Igazándiból hát az a lényeg az egésznek, hogy egy fél óra után, és ezért van valószínű ekkora közönségünk, mert egy fél óra után még a legkeményebb ember is feloldódik, és akkor már boldog lesz, és akkor megnyugszik, és ilyenek, szóval.
nem tudom megunni. Valószínű, hogy ez olyan, mint a gép, amelyik be van dugva a 220-ba, kihúzzak a 220-ot, akkor meg vége van a gépnek, nekem is akkor lesz vége. De amikor fönnálltok a színpadon, hát nyilván azokkal a rajongókkal álltok szemben, akik te végig is követték ezt a több mint 3 évtizedes pályafutást. Nem, ez vagy, nem. Vagy most már cserélődik? Ez nem, ez nem így van, ez úgy van, hogy ott van a nagymama, ott van a mama, meg a lánya, meg az unokája. Szóval meg egészen érdekes, világos, hát hogyha egyszer a nagymama már ezt hallgatta, vagy ezt tetszett neki, akkor valahol a lánya is azt hallotta, hogy ez van, és akkor ugye ez egymás csodra megy, de tényleg elképesztően vannak, úgyhogy hogy kis fiatal gyerekek szoktak nekem írni levelet, hogy megtanulták a nem tudom melyik nótát, és akkor hogy azt éneklik, és akkor hallgassam meg, és akkor megyünk arra játszani, akkor jönnek, és akkor eléneklik a nótát meg. Szóval ennek van biztos, hogy van egy ilyen öngerjesztő hatása is, de hát ez a feladatunk tulajdonképpen. Valószínűleg ezért lettünk zenészek, én ezért lettem énekes, szeretem kiszolgálni a közönséget, és hogy még erre mondjak egy ilyen történetet, én évek óta szerettem volna egy karácsonyi lemezt megcsinálni, ahol ilyen régi hagyományos karácsonyi nótákat az én elképzelésemmel, az én hangommal elénekelni, és most ezt sikerült összehozni, úgyhogy a koncertnek tulajdonképpen ez lesz az egyik meglepetése, hogy egy 10 nótás karácsonyi lemezt adok ki. Ezt én csinálom egyedül, tehát nincsen semmi más benne, senki más benne, és csak mennyből az angyal, meg ilyenek vannak rajta, de valami elképesztő. Én legalább vagyok magamtól ájulva, mert olyan szépen. Hát annyira meghatottam, ahogy énekeltem a nótákat, hogy nem tudtam elénekelni, te innen. Szóval szépek azok a nóták, és valahogy én ezekre úgy be vagyok hangolva valószínű, és az érzelmes nótákat, azt nagyon tudom énekelni. Hát én úgy gondolom, de hát ahogy látom, a közönség is úgy gondolja. Meződi József a sztársá vendége, egy kis apostol muzsika következik.